Idegenben eddig veretlen mérleggel vágott neki az MTK elleni találkozónak a Kisvár a kézilabda csapata. A hazai pályán játszó fővárosiak mutatója pedig nem volt túl bíztató, hiszen 5 mérkőzés után mindössze 1 pont állt a nevük mellett. Máté Fieszter lányai számára jól is indult a mérkőzés, magukhoz ragadták a kezdeményezést, és megléptek 3 góllal. Aztán magára talált az MTK, és a fordulatok meccse kerekedett ki a találkozóból. Egyszer itt, egyszer ott volt az előny. 10 perccel a vége előtt 25-21-re a budapesti csapat vezetett, ám a várdaiak gyorsan észbe kaptak, és 16 másodperccel a vége előtt sikerült egyenlíteniük. De így is maradt még idő az izgalomra, hiszen egy gyors támadásból még 7 métereshez jutott az MTK, amit azonban nem sikerült értékesíteniük, így maradt a 27-27-es döntetlen. Mindenféleképpen szereztünk egy pontot, az 5 óriási, vannak különbségek két csapat között, de ma jobban akartunk, jobban küzdöttünk, meg a szerencsé volt ott a végén, de a szerencsé soha nem pártol ehhez, aki nem tesz érte. Nagyon büszke vagyok, hogy olyan csapattal dolgozom. Máté Fieszter szerint küzdelmes mérkőzésen vannak túl, amelyen értékes pontot szereztek. Nagyon küzdelmes mérkőzés volt ez a mai. Mindkét csapat nagyon akarta a győzelmet. Én azt gondolom, hogy fordulatokban gazdag mérkőzés volt, és talán azt mondom, hogy így összesítésben ez a döntetlen talán megérdemelt volt mindkét csapat, vagy mindkét fél számára. A Kisvárda döntetlenjével a 6. a női kézilabda NB1-ben. Legközelebb szombaton lép pályára Máté Fieszter együttese, a Siófokot fogadják Kisvárdán.